Sziasztok! Ádám incsiklandozó amerikai receptje után én jövök egy magyaros vonallal, egy marha pörköltel, azt is pontosan marha pörköltel, hagymás tarhonyával, öntött vasedénybe, amit én nem kemencébe, hanem ugye modern világot élünk, pellegrisztőben fogom elkészíteni. A pörkölt jelentése az, hogy zsíron a húst megpirítják, sóval, borssal, paprikával ízesítik és puhára főzik. Pár szót a hozzávalókról, én személy szerint marhanyagból szeretem készíteni a hús zsírossága miatt, és sokkal omlósabb lesz, mikor megfőzzük. Használok hozzá még mangalica zsírt, amit valójában pótolhattok szalonnával is, hogyha lepirítjátok az elején. Sót, borst, köményt, paprikát, petrezselymet, azt a legvégén csak, hogy meghintsük vele, és még fogom használni a hagymás tarhonyához. Mellé még használok paradicsomot, hagymát, vöröshagymát és fokhagymát, sőt, tévépaprikát is. És az elején babérlevelet fogunk használni, utána pedig vörösborral fogjuk felönteni a pörköltünket. Kezdjünk is bele a húsvágásába! Én kétszer-kétszeres darabokra szoktam vágni a húst, utána pedig mangalica zsíron lepirítom a grillbe. A húsit lekérgezzük mangalica zsíron, körülbelül negyed óra, addig pedig a hagymát, a vörös hagymát és a fokhagymát előkészítjük, hogy utána rá tudjuk önteni. A hagyma-fokhagyma mehet be az öntött vasedénybe. A hagymát durvára vágtuk, ugye a hagyma fog engedni egy kis nedvességet, ezt le kell róla főzni. Amint láthattátok, a hagymát durvára vágtam, és körülbelül annyit használtam fel belőle, mint amennyi a húsnak a súlya. Ezzel azt értem el, hogy a pörköltünk sokkal sűrűbb lesz, miután befejeztük a főzést. A paradicsomot és a paprikát addig feldolgozzuk, arra figyeljetek oda, hogy a paradicsomot mikor vágjátok, akkor a héját is vágjátok le, hogy ne pöndörödjön föl főzés közben. Tizenöt 20 perc telt el, összefőtt a hagyma a hússal, most pedig belöntjük a paprikát, paradicsomot, levet fog engedni, miután ez is lefőtt, vízzel pótoljuk, és összefőzzük az egészet. Közben meg fűszerezzük, sózzuk, borsozzuk. Mehetnek rá a fűszerek, a babérlevél, a só, a bors, az őrölt kömény és a paprika. Miután befűszereztük az ételt, összeforgattuk és felöntöttük annyi vízzel, hogy ellepje. Már csak annyi dolgunk van, hogy puhára főzzük és rárakjuk a födőt. Amíg fő az ételünk, addig készítsük el a hagymás tarhonyát köretnek, és ez azért jó, hogy ezt is grillbe készítjük, mert megfüstöljük egy kicsit az ételt, és olyan lesz, mintha kin a szabad tűzön készítettük volna el. Fogunk egy öntött vas serpenyőt, mangalica zsírt hevítünk benne, és lepirítjuk a tarhonyát. A tarhonyát aranybarnára sütjük, utána egy vörös hagymát félfőre vágunk, elkeverjük benne, és dupla annyi vízzel fölhúzzuk. Szépen elfő a víz, és kész is van az ételünk. Miután már majdnem elkészültünk az ételünkkel, az utolsó hozzávaló a száraz vörösbor,
amivel felöntjük, rottyantunk rajta egyet, és tálalhatunk is. Az elkészült marhapörkölthöz pedig kovászos uborkát és klasszikus fehér kenyeret ajánlok. Ez egy nehéz étel, úgyhogy javaslom nektek, hogy folytsátok le egy kis szódával, szundizatok egyet, és ígérem, legközelebb is egy jó kis grilles ételt fogunk nektek hozni. Tartsatok velünk! Sziasztok!